hangot is, még a temetőben nem viszik. Így zajlott a népdal éneklési verseny szerda délelőtt a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, mely programot az egy hétig tartó Kölcsey Hét keretein belül szervezték meg. Tartalmas programokkal készültünk, hétfőtől péntekig tart ez a hét. Hétfőn ugyan szomorú hírrel kezdtük a hétvégi eseményeket, kellett kommentálnom, és utána váltottunk Kölcseyre. Egy köszöntő után délelőtt folyamán koszorúztunk a Kölcsey szobornál, Kisvergyere emlékoszlopunknál is koszorúztunk, délelőtt pedig közösen, alsósok itt az épületen belül, mi a felsővel pedig a szomszédos Szent Imre templomban közösen elszavaltuk a himnuszt. Hétfőn kiosztottuk a lapkaújságot, ez is egy nagyon tartalmas, és zajlanak a tanulmányi versenyek. De volt helyesírási verseny, a reformkorról is kérdeztük az általános iskolásokat, és még számos tanulmányi verseny hátra van, tette hozzá az intézményvezető. Rengés a föld, amerre én eljárok, legény legyen, kivel beszédbe állok. A népdal éneklési versenyen ezúttal is számos diák mutatta meg tehetségét. Jámbor László elmondta, hogy ez a rendezvény már nagyon régi hagyományokra tekint vissza. Nagyon kedves ez a verseny számunkra, 25 éve zajlik ez a Kölcsey Hét, és 25 éve sok-sok versenyző szólalt itt meg, énekelt népdalokat, helyi, illetve szigetközi népdalokat. És ez külön nagyon kedves dolog, hogy nem csak győri, hanem Győr környéki iskolák is itt vannak rendszeresen, és a mai nap is itt vannak, és a határon túli testvériskolánk, a nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvi Iskola tanuló is rendszeresen itt vannak és szerepelnek, és nagyon-nagyon sikeresen szerepelnek. A Kölcsey Hét lezárása pénteken lesz, ahol többek között átadják a díjakat és elismeréseket a kisdiákoknak, akik egy héten keresztül nagyon sok programon és versenyen részt vettek. Híradónk a záró rendezvényről is beszámol majd.